ünnepi díszülést tartott a Magyar Kanizsai Önkormányzat a községnapja alkalmából. A Városháza dísztermében bemutatták az elmúlt év eredményeit, programjait, beruházásait és fejlesztéseit. 6 községbeli polgár részesült köszönő oklevélben, köztük Vörös Anna könyvtáros, aki az elmúlt több mint 30 évben önzetlenül ösztönözte olvasásra, tanulásra különböző programjain keresztül az iskolás gyerekeket. Meglepődtem akkor, amikor értesültem arról, hogy én erre a díjra javasoltak. Hát én azt gondoltam, hogy a szorgalmas, becsületes munkát azt nem kell külön díjazni. Én úgy gondolom, hogy amit eddig elkezdtem, azt a továbbiakban is folytatni fogom, ami nekem egyáltalán nem megerőltető, hanem inkább örömet okozó. Pro Urbe díjban Kenyeres Ivánka részesült, aki az oktatás és a művelődés terén végzett több mint 50 éves aktív munkájáért érdemelte ki a kitüntetést. Rettenetes nagy megtiszteltetés. Nagyon boldog vagyok, hogy nagyon sok ismerősöm is örült neki, és hát azt kívánom mindenkinek, aki törekszik és aki szereti a saját városát és szeret kultúrába vagy bármilyen téren segíteni, csinálja meg. Ez igaz, hogy már idős vagyok, de lehet, hogy annál nagyobb öröm részemre, hogy ezt a Pro Urbe díjat kaptam. A köszönő okleveleket és a Pro Urbe díjat Fejsztámer Róbert polgármester és Milos Kravics, a képviselőtestület elnöke adta át. Már csak a díjazottaink munkásságán keresztül is látszódik, hogy mennyi mindent tesznek minden nap a közösségért, a cégükért, a magyar kanizsaiakért. Tehát egyszerűen mindig lehetne valamit találni, minden nap lehetne találni egy értéket, amit meg tudnánk mutatni, és ezek a községnapi ünnepségek pont erre szolgálnak, hogy ezeket az értékeket megpróbáljuk megkeresni és megmutatni szélesebb körnek is, hogy lássák, hogy magyar kanizsa Magyar Kanizsa polgárai mennyi mindent tesznek minden nap azért, hogy egy boldogabb, egy sikeresebb mindennapot tudjanak megélni. Az ünnepélyes ülésen 100 000 forint támogatásban részesült Rekecki Vivien, magyar kanizsai diák, akit a Felső Zsolcai Testvértelepülés képviselő testülete jutalmazott meg eddigi elért kitűnő tanulmányi eredményéért.